Hát akkor folytassuk a CERN-nel. Biztos, hogy hallottatok róla már, hogy az micsoda, ugye? Most a hadron ütköztető, így van. Egy nagyon izgalmas történet, mert hogy hát ez az a sárga kör, tehát baloldali kép, baloldal legfelső, az a terület, ahol alatt a Földben vezetik ugye ezt a hadront, illetve részecske ütköztetésről van szó, jobb oldalt fölül, az ellipszis formájú valamiben pedig, ahol ütköznek, ahol találkoznak. Na most ez azért ez egy furcsa játék, mert ahogy bal oldalt alul látjuk, az egy téridő kapu is nyílhat, vagy másik dimenzió megnyílhat, ami nem játék. Ami megint a szimbólum része, az a jobb alsó sarok. Az 660 van elforgatva benne. Miért kell a CERN-nek, melyik betű hasonlít a CERN-ből a 600-ra, most tényleg, de tényleg melyik betű? Szóval magyarul folyamatosan üzennek egymásnak. Ugye itt van Shiva, aki gyakorlatilag egy téridőkapun lép át most. És a két épület között van felállítva. Milyen érdekes, ugye? Tehát ott a tér, a síkok, és ő átlép egy időkapun, ide érkezik. De azt tudni kell, hogy a háborúzásnak és a pusztításnak volt az Istene. Azért ezeken ugye el kéne gondolkodni, hogy vajon mi a fenének. És hát ugye gyakorlatilag a megsemmisülés körforgásáért felett. Tehát most lehet ezt máshogy is értelmezni, magyarul, hogy újjászületés című rész, tehát lehet, hogy ahogy születünk, elmegyünk, újra jövünk, stb. Tehát így is lehet érteni, de ő azért igazán kifejezetten a megsemmisülés és a pusztításnak volt az istensége. És nézzük meg, hogy most itt nagyon érdekes, hogy ez a Nemzetközi Kutatóközpont, ahol azért itt dimenziókaput lehet nyitni, tehát ez nem játék, ezt őrizni kell, márpedig őrzik is. Akkor viszont hogy jöhetett létre itt középen az a hölgy, akit láttok ott fehér, ott lent guggol vagy térdel, azt kivégezték, ott leszúrták, feláldozták. Na most akkor felteszem a kérdést újra. Ha tudták, az a baj. Ha a CERN tudott róla, az a baj. Ha nem tudott róla, akkor az a baj. Ha mégiscsak hirtelen jött volna spontán össze, akkor az őrség mit csinált? Tehát nem is történhetett volna meg a dolog. Ha csak nem, megint azon körök. Magyarul, kinek a birtokában van egy ilyen téridő dimenzió kapunyítási lehetőség? A mi pénzünkön megcsinálják. Persze, oda megy az egyszerű tudós, aki naivan jót akar, tehát én most nem azt mondom, hogy mindenki gazember, nem. De alapvetően ez egy nagyon mocskos történet, úgyhogy feláldozták ezt a hölgyet. Mi a jelképük? A káli. Ugye, ez szintén egy indiai istenség, aki megint csak a pusztítás és a halálnak a szimbóluma. És nézzük meg, hogy gyakorlatilag mi történik, hogy kit éltetnek óriási épületeken, Kálit rajzolják ki világításra. Hát végül is ki mást? Hát nehogy már Szűz Márián. Ez hol van? Én például Kínában voltam, ott volt hasonló. Ez most, hogy ez hol van, szerintem Amerika... Empire. Hát ha az, lehet. De gyakorlatilag, na most kérdezem, miért mondjuk, tényleg ez az egyetlen, amit a mi cimackót nem lehetett volna kitenni? Mennyivel barátságosabb. Nem. Szóval, na, tehát és nézzétek a kinyújtott nyelvet, tehát egy az egyben, tehát ilyeneket kell kitenni. Hirdetnek és üzennek egymásnak. Tehát ide ember ki betérsz, itt neked van helyed mindig. Persze a saját falka. És nagyon érdekes volt, mert az egyik kutató azt mondta az első kísérlet után, hogy egy másik dimenziót nyitottunk meg idézőben véletlenül, aminek a következményei nem vagyunk tisztában. Gratulálok! Hát ez tényleg már ez egy eredmény, nem? Megnyitottuk, csak esetleg áramlanak be az idegenek, de no probléma. Hát most nem mindegy, hogy migráns jön be, vagy egy egész más. Idegen. Szóval, de ugye gondoljunk bele, hogy azért mekkora felelőtlenség, vagy tudatosság. Mert lehet ám, hogy azért kell megnyitni, hogy adott esetben a gazoknak segítőtársaik legyenek, hogy továbbra is az emberiséget uralják, mert lejárt az idejük. Tehát azért, na, Quetzalcó, az emberevő, ugye Mexikóról beszélünk, igaz?
íme itt van az aszték istenség, aki itt ugyan szó esett, hogy ő nagyon jó, meg stb. Hát, mondjuk akinek ezek a húsát nem annyira élvezi, de friss hús van mindig viszont, tehát mind a hentesnek. Hát gyakorlatilag ő a tollas kígyó volt alapvetően, és valóban tanította az embereket, ő a tudást vitte el, az igaz. De közben finom tyúkhúsra vágyott, már úgy jöttem, hogy emberekre. Tehát az már nem biztos, hogy olyan. És itt van a szimbóluma, mert hogy most szimbólumokat mutatok megint, ugye ott van, ez kukulkánként is apostrofálják, de egyről beszélünk kocákodon, szintén a tollas kígyó. És nézzétek meg, ott van valóban a szimbóluma, a sárkánynak, vagyis ennek a, az embernek a, az eszi éppen az embert falja, na de! Az Alfa Romeón is ott van ám. Bizonyám, és amit most fogok mutatni, hát ugye... Egy egyszerűsített szimbólum. Ez természetes, igen, persze. Mert nem ilyen. Hát jó, persze. Én gyakorlatilag nézzük csak, meg ott van ugye a, az éppen eszi az embert, és nézzétek csak meg, hogy ki van itt. Berlusconinak a villája most már ugyan meghalt 23-ban, de ott van a kertjében, ott van, murvával kirakott, jobban van. Az az ő villája, és ilyenekkel jeleznek, hogy itt ide jöhettek, itt jó helyen vagy. Hát effektív nem, de ezek jelzések odafönt, akik jönnek, mennek. Tehát gyakorlatilag is mit mutat a kezével? 666-ot. A Szaturnusz szemként is szokták ábrázolni, ugye úgy néz ki, mint egy szemgolyó, igaz? Gyakorlatilag ez a ősi napkultusz, napistenség. És nézzük meg, hogy a különböző indián törzsek, itt a Delaware törzseknek a szimbóluma is, ők ugyan egyszerűbben fejezték ki, de ott van a központi csillag, mint olyan, gyakorlatilag, mint egy szemet szimbolizálták. És nézzük meg a különböző kultúrákban, illetve időszakokban, például az Isten szeme, ugye, amit a Hubble-vel vettek először filmre, a Hórus szeme, a szabadkönyv szimbólumnál a szem, az USA egy dollároson, és maga a Szaturnusz is. Olyannyira, hogy a Sauron szeme, ugye azt ismertük, azt a filmet, az volt, az gyakorlatilag itt van, ez a szarvas állat és a hüllő szem, ugye? Együtt nézzétek meg, ilyen épületeket építenek például. Úgyhogy Franciaországban van ez a csoda épület, hát a Sauron szeme szimbólummal épült. Sátáni színek. A piros és a fekete és még a fehér. A fehér elenyésző. Nézzük meg, hogy ezek a rituálisan, ott látjátok ott középen a sátáni fejet, ugye lefelé a szakálla, főleg két oldal, föl a szarva, és ott balra fönn az a kör, az szintén. Ezek speciális rituálék, és nézzétek ott a messzeron egy hölgy, akit éppen most fognak feláldozni adott esetben. Úgyhogy tudja, le van kávítozva, úgyhogy, de köszönöm. Nézzük meg a rituális dolgaikat, gyakorlatilag emberhúst is kell fogyasztani ezeknek. Nézzétek meg a sátánit, most szintén ott a fekete, a királyi család, de hát ne lepődjünk meg a királyi család, különösen az angolon nem, a ruházat színe, tehát ez is. Nézzük meg a Santa Claus vagy a Mikulás ünnep. A Mikulás ünnep ennek is, a Krampusz. Ott van, tessék, piros, fekete, pici fehér, ott a Krampusz szintén. Ezeket őrizzük, még mi is hagyománya, még a, ugye, mit szoktunk, virgácsot is szoktunk, ugye, a gyerekeknek. Hát mondjuk, néha el kell, mondjuk. Na de az eredete az egy teljesen más történet, ugye? Ez a karácsonyi ördög, úgymond, nézzetek, piros és fekete van a vég. Hát ugye az a Rafán nevű történet, ami ilyen klassz énekes nők, ugye, ilyen elmebeteg, beöltöznek ilyennek. És az X-faktor. Nézzétek meg, mindenütt piros és fekete és fehér váltogatja egymást, és akkor nézzétek meg, fekete ruhába kell lenni, vagy fekete felső piros, vagy fekete felső pirosba kell lenni mindenkinek. Háttérben lobog a tűz, nézd meg, ott van ez a gyönyörű, mit mutogat, és fekete nyakkendő, piros vizé, tehát mindenütt ott van a hölgy, fekete ruhába van szintén. És kivezeti, ördög Nóra vezette, és feketében vannak ők is. Tehát ezek nem a véletlen, most az ördög Nóra az relatíve nem véletlen, mert direkt tették őt oda. De
De azért ez egy üzenetértékű, én azt gondolom. És itt van a Sauron gyűrűk, ugye, ami egy stilizált hüllőszemet szimbolizál. És ez pedig a Chilai Paranalo Obszervatóriumnak a szimbóluma, illetve nem is, hát azt úgy rögzítették, és a Sauronba használták fel, illetve próbálták, ez egy több millió éves, 8 millió éves ilyen bináris csillagrendszer, ahol ez elhelyezkedik, 237 fényév távolságra van tőlünk, ez a HR4796-as jelű csillag, és ilyen porkorongot láttak, amit ott láttok, de úgy néz ki az egész, mint egy szem, és a szem golyó. És nézzétek a Szaturnusznak, ott középen az a pici pötty, amiben ott kicsit ki van nagyítva a Szaturnusz, és ez a Szaturnusz gyűrűje szintén ugyanilyen, hát speciális kristálygyűrű veszi körbe, és nézzétek meg, például a kínai olimpián volt, szintén a sátán, illetve a Szaturnusz gyűrűje, nézzétek meg, ilyen izét építettek stadiont. Tehát így építették meg a stadiont, csak azért fordítottam meg, hogy szemforma, de így néz ki eredetileg, fölülnézetből, és gyakorlatilag pontosan erről szól a fáma, hogy köszönöm. Tehát, hogy még egyszer visszateszem ide, nézzétek meg. Tehát ott van a szeme, direkt azért helyeztem rá függőlegesen is az íriszét. Tehát ilyen stadiont kell építeni. Hát ha máshogy néz ki, akkor már hogy néz ki, nem? Tehát igen, nézzétek a Fordnak a jele. Ott a szem, és benne a szemgolyó. Aztán ott van a következő, a Toyota. Szintén ugyanaz a szem. És ott van a CBS-nek, a stúdiónak a szimbólum, a piramis, benne a mindent látó szem középen. Uh-huh. És sorolhatnám tonna számra. Elnökök és az idegenek lenne a következő. George Bush kérdezték annak idején, hogy mi a, akkor 91 éves volt éppen, és kérdezték, hogy mikor fogja elmondani az amerikai kormány az igazságot az UFO kérdésben, és őre azt válaszolta, az amerikaiak nem tudnák kezelni az igazságot. De te tudod, tehát te egy érett ember vagy. Többi mind hülye. Hát ti vagytok csak ilyen okosan. Mi az, hogy nem tudom, attól bepánikolhatok, hogy éheznek a gyerekek, attól bepánikolhatok, hogy nincs gyógyászati ellátás, most nem sorolom, attól mind bepánikolhatok, de idegen, attól nem szabad bepánikolni. Mi van? Nézzétek meg ugye, itt elől ezt a Földön kívül vigyázz azért a Obamára éppen. Itt az a kopasz elvtárs. Röntgenen megnézték, és hideg. Hideg. Nincs hőképe. Hűlő. Hát nincs hőképe. Pont azért van. Láttam egy videót, hogy megnőtt a füle. Hogyne. Igen. Na most én most nem tettem be a filmet, mert ez az egy-két perc, meg annyiszor egy-két perc, akkor holnap se mentünk volna. A lényeg, hogy hideg színegő, tehát nincs hő. Valamennyi van, de ez minimális, és itt van. Tehát látszik is, hogy változik a fej formája. Tehát elvileg alakváltó is. Na most nem úgy, hogy mondjuk királylány lesz belőle, megcsókolják, vagy BKV-vá válik, tehát nem. De bizonyos értelemben kicsit átalakul. Itt van ez szintén egy másik testőr, ugye itt hátul ez. És nézzétek meg, hogy ezeket kintről kaptam, ezeket az UFO-kat, ami ez lezuhant itt egy erdőbe, de ott a jobb oldali az egy másik fajta szintén. Beszéltem, hogy egyszer valahol el akarnak valakik vinni majd engem, és hát attól kapjuk ezeket a dolgokat. Nézzétek meg, hogy az a nagy daru ott milyen picike. Ez eredeti, ez ilyen gömbformájú űrhajó. Ez nem mi vagyunk, egyik sem mi voltunk. Nézzétek, milyen picik az emberek. Mekkora garázs. Szóval, na. Tehát, és nézzetek, itt van az USA elnöke volt Trump, akkor éppen, és ott láttok sok emberkét. Igen, és ott van egy pasi, mindjárt mutatom közelebbről. Azt el kell mondjam, hogy a vezető fülke olyan 5 méter magasan van. Na most ez a turbó hajtómű mellett áll, és nézzétek meg, hogy a többiek a hasáig se érnek. Azt hiszem, tettem egy vonalat, nem tettem. Mindegy, van olyan képzeték, de nem töltöttem le. Eddig érnek ennek az idegennek, ezek vigyáztak a Trumpra.
17-szer próbálták megölni őt is, Melanit is, vagy 7-szer. Tehát gyakorlatilag, de nézzétek meg, meddig ennek a fotósok fényképezik ezt az óriást, hogy hát igen, nem egy kis darab. Aztán az egyik parkon sétál át a Trump, és most lehet látni majd, ott középen van a Trump, és itt van egy pasi, ez vigyáz rá, szintén ez egy földönkívüli. Több képen van még erről, csak most ide betettem a legérdekesebbet. Van olyan, hogy jön lefele a lépcsőn, és ez meg ott áll az őrz. Hát nem egyforma magasan van vele, aki fönn van 5 méteren, de majdnem. Tehát majdnem. A Stasi projektek. Arról beszéltünk, ugye már egyszer-kétszer-sokszor. Ki emlékszik rá? Nem kell tömegesen jelentkezni. Nem kell, mert akkor fölkavarjuk csak a levegőt. Tehát a Stasi projekt a következő. Ezek az alvó óriások, akik Stasi, vagyis egy bizonyos fázisban vagy stázisban vannak, altatva, vagyis nem altatva, alszanak. Ezek 30 ezer éve alszanak, de nekik a 30 ezer év annyi, mint nekünk egy 3 hét. Úgyhogy bírják a gyűrödést, tehát azt szerintem a baloldali fönt az egy kicsit már igencsak kormos lett, de lehet, hogy meghalt, mert ilyen előfordul ugye ilyenkor altatásoknál. És nézzük meg, hogy gyakorlatilag minden egyes ilyen stázis, akik világszerte vannak elhelyezve, ezek azért vannak, hogy úgymond a végidőkben az emberiséget átsegítsék, ők nagy tudásúak, stb. Majdnem olyanok, mint a királyok lennének, egy gyönyörű arany sisaktól kezdve fehér arany, ilyen mellvédben vannak, aztán találtak olyat, aki ilyen kék, mint a tinta, olyan folyadékban volt, kivették, gyönyörű szép, és észrevették, hogy 5 perc alatt kezdett ráncosodni és öregedni a test, gyorsan visszatették, és visszafiatalodott, úgyhogy azt csak abból lehet tartani, majd amikor fel kell kelni, majd felkelték ezeket. Tehát ez olyan, mint az időutazásaink, hogy most végig alusszák az odautat, ez azért baromság, mert téridővel azonnal ott vagy, de hát hagyjuk. Gyakorlatilag, és itt van Cory Goody, aki ezeknek az ősi építőfajnak nevezte őket. Gyakorlatilag most legyeskedsz, vagy bogaras vagy? Szúnyog. Hát így is lehet nevezni. Tudom. Csak ez olyan, mint amikor a székelyek beszélgetnek, aztán megszól az egyik, azt mondja, te durrantottál, aztán nem, a kutya volt. Hát nincs is benne, ha majd bejön. Nyitva vagyunk az ablakon, majd bejön a szúnyog is. Legyen mire hivatkozni. Na, szóval, hát gyakorlatilag ez az a faj úgymond, aki nekünk akar segíteni. Az amerikaiak fölkeltettek egyet, de jó, nem az, hogy hello, ébresztő, reggeli, hanem addig-addig vergődtek vele, míg fölkelt, és megtámadták ezt a szerencsétlen, tehát ez egy jó 2,5-3 méteres valakik, és akkor 9 kommandóst egy pillanat alatt puszta kézzel végzett velük, hívtak újabb 9 kommandót, és akkor onnan is meghalt egy pár, és a végén végeztek vele. De miért kell megölni? Tehát ez most, szóval, na jó, de hát, na, nem tudom megérteni, de hagyjuk. Na és akkor ugye Abraham Lincoln mit mondott, hogy azon kihalt óriás faj szemei, akiknek a csontjait megtöltik, Amerika dombjait, ugyanúgy csodálták a Niagarát, ahogy mi tesszük most. Magyarul ezek is láthatták a Niagarát, most ugye Pécsúcsi van, de majd eljön az a nap, amikor majd ők is fölébrednek, és akkor teszik a dolgokat, ezt úgy mondják a végidők. Tehát magyarul téridőben tudtak jönni-menni, látták, hogy mi következik az emberiséggel, és aztán majd teszik a dolgokat. Még a titkos szimbólumok közül szeretnék néhányat mutatni. Hát ugye ez egy amerikai templomnak az oldalán van, ez szintén a sátánnak a szimbóluma, de nagyon sok ilyen található. Itt vannak a különböző italok. A hell, pokol, gratulálok. Monster, szörny, burn, égés. Tehát mi van? Tehát, és nézzetek meg ott is a hell például, piros és fekete. Látjátok meg fehér, ugye? Itt a zöld az most kivételesen, de az meg a szörnynek a karma, ami 666. Tehát ezekről beszél. Ott a burn, ott a láng van. Tehát, tényleg csak ilyen fantáziának lennénk mi? Nem, ezek ők. És ezt már mondtam, úgyhogy mutatom, itt a hely neked. Ugye, ha megfordítjuk őt, akkor 666 ott van. De ki van emelve? Igen. Ott a 666. És ha most nézitek, akkor a csillag, most a sátánt látod, most. 666-tal.
Fordítva nem. Fordítva nem. De így igen. Ott a sátán. És felfele mellett pont megfordul. Hát így, igen, igen. Pont úgy látod, ahogy kell. Nézzétek meg a Gmail-nek a szimbóluma, az a szabadkönyveseknek a tarisznyája. Aztán a Facebook. Ott van a kobra. Jobbra. Tehát gyakorlatilag Káin, vagyis a kígyó. Aztán az Androidnak a különböző ott a körző, és ott a körző, és szintén a jobb oldalt a szabadkönyveseknek a szimbólum. Igen? Orvoslás, patika, kígyó. Ja, az is. Há, hó, hát hogyan, hát az egyértelmű, persze. Mondom, mindent azért nem tudtam beletenni, hogy próbáltam úgy, hogy most nézzétek, ott van a Sernek, megint a, meg a Chrome-nak ugyanez a jele. Hát miről beszélünk? Miért kell 660? Hát ja, persze, mert üzenünk egymásnak, meg hogy egy csapathoz tartozunk. Tehát ahol ide beléphetsz hozzám, mert én is tag vagyok, című fejezet. A három darab V betű. Hát igen, az is így van. Ott a Google Play, ez a Play járuház, ugye, nézzétek meg ott jobbra, eredetileg a Seal of Satannek, a sátánnak a pecsétje, annak a szimbóluma ez. Alatta meg a szabadkövesen szintén a sátán pecsét gyűrűje. A Google GPS-nek ott van megint a mindent látó szem szimbóluma, tehát gyakorlatilag minden erre van kiegyezve, ugye ez a 666-os szimbólum, amit az előbb mutattam, itt van a gyerekeknek a Walt Disney, ott van a három darab hatos. A Coca-Cola-n is szintén, most lehet, hogy nincs benne a Coca-Cola, nézzétek meg, hogy mi van ide fölírva a kisrácnál balra fönt, Illuminati krétával. Jobbra ide mi van fölírva? A Dagobert bácsihoz? Illuminati. Itt alul mi van? A Siffa kutyánál? A gördeszka aljára mindent látó szem. De a gyerekeket is tömik tele ezekkel, hogy ez ne legyen furcsa, meglepő. Persze, mert ott van, tudatban helyezzük el. Itt a békejel. Emlékeztek, amikor emberek kiálltak a Hősök terén, és ezt a jelet? De ezt nem ezt a jelet csinálták, hanem ezt a jelet, és ez pedig a halál rúnája. Tehát nem ugyanaz. Tehát sokszor nincsenek tisztában. Tehát én mindig meg szoktam kérdezni, amikor egy ilyen előadáson vagy egy valahol koncert, vagy valahol, és a gyerekek így mutatják, hogy csillagom, tudod, mit mutatsz most? Ha hogy, hogy hú, de jó itt minden. Aha, igen. De ha megfordítod, akkor már az élet fájja, nem? Igen, egyébként, az meg külön, igen. Melyik mutatnak? Ez. Hát sátán. Mondjuk az olaszoknál ez mást jelent, hogy felszarvas vagy című, meg barom vagy, meg nem sorolnám. De itt náluk, itt ez a sátán szimbóluma. Ugye ez West Hub kivágatta ezeket az új perceit, csak másodpercei maradtak, és gyakorlatilag ezt a fölmutatta, ő nem is tudta, mert nem volt több új perce. Tehát kivágatta direkt, mert ő Illuminati tagoszt. Jó napot kívánok! Én ezt így, hát miért a maffia meg ugye kis ujjat el kell küldeni az elhivatottság, tehát ez nem egy. Nekem osztálytársam van, aki kint Palma de Mallorcán, nem, Gran Canaria, bocsánat, és egyszer majdnem megvertek minket, mert mondta, hogy ha bajba keveredsz, csak annyit mondja, hogy Thomas az én barátom, ugye. És hát ugye, bementünk az egyik haverommal, és akkor hát ő akart valamit, egy ilyen teleobjektívet venni, de ott fillérekér volt, és akkor még ezért volt, spanyol pénz volt, pezeta, és hát ez 300, még 500 méterre volt kiúszható, de olyan elektromos volt, hogy itt nálunk akkor 100 ezerért nem lehetett megvenni, és akkor erre mondja, hogy ez mennyi, mert ki volt írva, hogy 19 ezer pezeta. És a barátom mondja, hogy leírja papírra, hogy ez 11 ezerért kéri. Hát ne tudjátok meg a boxos, hogy nézett ránk. Ó, a negró világította a szájában, mert úgy belefehéredett. És képzeljétek el, hát ott kint így intett, rögtön jöttek így több ilyen verőlegények, és mondom, te, nem lesz egy olyan baj lesz. Azt mondja, a pasi utána intett, hogy ne, leírta, hogy 17 ezer pezet a de szólt, ez a vége. Ez meg odaírta 12 ezer. Na, megint intett, hogy jöjjenek. És akkor már tényleg nagyon jöttek, mert mondjuk úgy, hogy itt a nyakamon éreztem a leheletét némelyiknek, a szagát is persze. És akkor csak annyit mondtam, hogy Thomas az én barátom. Thomas? Your friend? Yes. Kész, rögtön leírta. 9000, jó? Na,
Thomas, te varázsló vagy. És mit mond a barátom? Ja, akkor nem kell. Mondom, most futás, de most az futás, kerés ide a Thomas barátság is. Hát hogy lehetsz ilyen lökött? Hát mondom, Istenem, ilyen nincs. 9 jó? Igen, nem kell. Akkor nem kell. Na, futás. Jó, menjünk tovább. Tehát ez a Baphomé szimbólum, ezt ugye már beszéltük, és ez Asztalotnak ugye szintén a démon, hogy mondjam, szimbólum is az Ankiel közötti összefüggés, ugye itt a szarvas lény bal oldal, itt a kettő az a napkoron középpen is, a napból a Ika csillagképből jöttünk, és jobbra pedig az Ankiel, az az élet és a halál szimbóluma, élet annyiban, hogy a DNS spirál szimbolizált változata, és a függőleges keresztként, latin keresztként pedig gyakorlatilag a halál szimbóluma. Aztán nézzük meg a Szaturnusz régi úgymond szimbolikáját, ahogy már milyen régóta használják, ugye ott mutattam, meg szintén itt van, ez nagyon sok helyen lehet. Az obeliszkok, mint különböző szimbólumoknak a képei, mert ugyanis ennek itt a szabadkövesség jön először is szóba. A Vatikánnak szabadkövesség, micsoda, az hagyján. Szabadkövesség, sőt, Illuminati, tehát még tovább mentek, még bejebb az erdőbe. Gyakorlatilag az oszlop az mindig ugye az irányokat határozta meg, ugye a nap, ahogy sütött, látjátok, az árnyékot ideveti, odaveti, és ilyen jellegzetes, Orion csillagkép jelleg. Itt a tudás és a bölcsesség, amiről beszéltem, ez az alvilág ura is egyszerre, meg ugye itt van szintén a fényhozó, a Lucifer, ugye, gyakorlatilag, amit a francia szabadkövességtől kapták, 1776-ban, ugye akkor alapították. Itt van ugye az irányítások közötti egységes kézjel, és ez azt jelenti, gyakorlatilag a sátán barátja vagyunk. Most a gyerekeink a sátán barátjai. Micsoda hülyeség. Micsoda hülyeség. Nem is tudja. Fogalma sincs, hogy mit csinál. És ez az ördög szarva. Felfele fordított kereszt, ugye? Hát ugye ez mindig mondják, hogy hát ez csak később született, és ez azért, mert ez a 60-as években jött létre, amikor a különböző zenekarok a sátáni dolgokat játszottak, és ők fordították meg. Nem. Szent Pál kérte annó, nagyon régen, hogy mivel keresztre akarták feszíteni, de mondta, hogy én nem vagyok Jézussal egyenrangú, úgyhogy engem fejjel lefele feszítsetek meg. Hát jót rögtek ugye az őrök, de megfeszítették fejjel lefele. De akkor is a sátáni dolgokat, az alvilági történeteket szimbolizálta. Ugye a kereszt gyakorlatilag, az grafikusan egy 3D-ben egy kocka. És ha kiteríted, ott van a latin kereszt. Tehát azért mondtam a kocka, ugye már láttuk, hogy ma mennyien verzióját mutattam meg, hogy ott nagyon sok jelentés hordozó rész van. Ugye itt van a Szaturnusz például, hogy a halálistennője, ugye Káli halálistennője, megint csak ott van szintén egy másik képen, illetve a sarló és a kalapács, a bolsevik terrornak a szimbóla, olyan gyönyörűen mondták, hogy nem, a munkásosztály. Az, persze, a munkás. Ti, akik sose dolgoztatok, hát itt csak tudjátok, hogy munkásosztály mit csinál. Tehát ez ennek a szimbóluma. Ugye itt a Héber él, vagy el, Isten, a Szaturnusz istene volt, tehát onnan érkezett, és voltak arkangyalai. Figyeljétek, Mikhail el, Gábri el, Uri el, Rafa el, és Jézus második neve Emmanuel el, Evangélium Gosp el, tehát és Isis, Ré, stb. Ő pedig Izrael, tehát ott van. Csak azért mondom összefüggéseit, hogy azért nem gondoljuk, hogy az orrunk előtt mik vannak, pedig vannak. És ettől vannak, mert nem tudunk róla, de azért jobban tudjuk, hogy mik történnek. Ugye szintén ugye az előbb már mutattam ezt, hogy gyakorlatilag Szaturnusz istenséget szimbolizálja ez az ördög, aki ugye szintén megette a gyerekeit, és itt a mollok, aki nagyon érdekes, mert a gyermekeket élve égették el a tűzoltárán, amiről már beszéltem, és annak idején ezt büntették az Ótestamentumban, de hát mégiscsak tették. A szaturnuszi mollók az bikaként is szimbolizálják, és azt tudni kell, hogy a pénzvilág
a bikát és a medvét a pénz szimbólumának tekintik. Ugye ide tartozik a bibliai aranybórjú imádata is, Molochról, a Szaturnusziról szól. Tehát ott se az volt a probléma, hogy, hogy is mondták, hogy ne építsetek, vagy ne készítsetek bálványt, meg imádat, meg stb. Nem ez volt a baj, és ezért pusztított el az Úr őket, több mint 3000-en voltak, mert ők nem a bálványt, hanem Molochot éltették. Ez nem ugyanaz. Tehát félre van magyarázva. Aztán nézzétek meg a New Yorki tőzsde, a Wall Street, Ibika, ott van, szimbóluma szintén. Aztán nézzétek meg a frankfurti tőzsdénél a medve, meg a bika szimbóluma. Aztán Macedóniában, Skopjénél, szintén ott van a bankrendszernél, ugyanez a bika. Hát mondom, ez egy speciális lény volt, amit ugye Molloch, aki egy ilyen szarvasszerű, és hát mindenkit pusztított. Itt az egyenlőszárú kereszt, vagy vaskereszt. Vaskereszt, a sereg is használta ezt, ugye, és gyakorlatilag ez az emberi lélek alakját szimbolizálja, minden irányú kiterjedését. Aztán itt van az az el, akiről beszéltem, ugye, ő gyakorlatilag a démoni képviselője ennek a rendszernek, és ott a Merkurnak a asztrológiai jele jobbra, megint a szarvas állat, látjátok? Szarvas szimbólum, és lefele meg a férfi szimbólum, ugye? Tehát össze van vágva. Gyakorlatilag a kundalini, megint a felemelkedésnek a szimbólumai ezek. Ott van a 666, a nap kabbalisztikus négyzete, amiről már beszéltem is, és nézzétek meg, ott van Salamon templomának a szimbolikus része, és jobb oldal fönt meg a naptemplom, ugye ma. De valójában itt volt a Fridláda mindig, és úgy fogalmaztak, úgy írták a korabeli leírások, hogy egyszer hol ben volt a rádarúdja, hol meg kint. Hát amikor adás volt, az antennát kihúzták, ment a kommunikáció, vége adásnak betolták. Hát azért, na aztán attól nagyon féltek, az meg tény, mert hogy meghaltak tőle, mert szigetelt szerkóval lehetett volna oda menni. Nagyon érdekes a naptemplom, és a Salamont, mint napvallású részről érdemes beszélni, a Salamon háromszor fejezi ki a napot. Ugyanitt egy szalszol, az napot jelent, Amon, mint vallás, napvallású, és hát ezt igen mutattam. De gyakorlatilag úgy, mint volt a Vatikán eredetileg, ugyanígy a Salamonnal is háromszor az szól, stb. Ez mind-mind napvallású volt, ugye az álmonvallásúak, stb. A szabadkövesség gyakorlatilag a sátántól származtatja magát. És innentől kezdve nem gondolnám, hogy jó ügyet szolgálnak. Ugye ezen már beszéltük a mindent látó szemet. Egy szuper tudatosságot, mindent látni, tudni akarunk, uralni akarunk, ez a lényege, az pont. Ezt most csak az Editkének mondom éppen, még mielőtt alszik. Na, szóval, a Sivától származik a nyugati okkultumizmusban a Baphomet, ez a himnős, kecskeszerű állat, de gyakorlatilag igen, az izraeli kultúrában, meg ugye van a bűnbak. Évente levágnak egy fekete kecskét, egy bakot, egész évben buli, minden mehet, ami rossz, évvégén szegény bűnbakot kikiáltják bűnbaknak, és levágják a nyakát. És utána ők tiszták lesznek. Megtisztul. Jó van ez kitalálva. Fordítva nem lehetne? Na, nézzük tovább. Szintén Lucifernek a pecsétjét lehet látni, gyakorlatilag, és ugye a királyi vérvonalnak, vérnek nevezik, ez a csakrák vérének is a szimbólumaként jegyzik, úgyhogy ez egy fogalom egyébként, nem tárgy. És itt van Inanna, ugye, és az Uruk városában az a hely, ahol élt. Mondtam már itt a szünetben, de lehet, hogy csak a szünetben, hogy nagyon jó harcos volt. Igen. Akkor jó. Tehát a háború istenője volt, és rendkívül tehetséges, nagy tudású, nagyon jó
stratéga és taktika dolgai voltak, hihetetlen. Ugye itt van a ruházata, amit szobrokon találtak, itt bal oldalt, ott hátul, az valamilyen szerkentyű, amiről nem tudunk semmit, de valószínű, hogy ilyen adóvevőszerű lehetett, hogy azon keresztül kommunikált az égiekkel folyamatosan. De mondom, olyan sikerei voltak, hogy hihetetlen, és ő mindig Horusznak az oldalán harcolt, tehát úgy mondjuk, hogy relatívan jó oldalon volt. Aztán 3100 körül Indus völgyére kinevezik őt, mint vezérnek, és azt a területet ő uralta, ő vigyázott. Mondom, nagyon-nagyon ügyes volt, de volt ugye Mohanjo-daro, ami ma szóba került, hogy azt viszont fölrobbantották, de nem ők, hanem őket akarták elpusztítani, nem tudták, aztán végzett az elkövetőkkel is, úgyhogy egy nagyon érdekes személyiség lehetett ő, és hát ugye nagyon sok szerepe volt, ugye mondtam. Itt van a szimbólum rendszere, ezt ő a különböző pecséteken, őnek ez volt a jele, és az ég úrnőjét jelentette. Nem véletlenül, mert nagyon ügyes volt. És akkor ott a húsvét, és tényleg meg tudja valaki mondani, hogy a húsvéti tojás, meg a nyúl. Hát a nyúl maximum görbét tojik. De hogy kerül a tojás, a nyúl, a mi van ez a húsvét? Az első élete volt. Tambusz kedves állat. Nem, csak az a termékenység szép. Tehát a tavasz, ugye, ez egy nyúlás. Nagyon egyszerű. Érkezett. Isztár, vagyis Inanna, tehát őről van szó, egy tojás alakú űrhajóba. És ezt további 4 űrhajó érkezett, ilyen tojás alak, abból szállt ki. Egyébként Vatikánban ott van a képe, korabeli képen lefestve a tojás forma, amiből kiszáll. Tehát csak hogy nem vagyunk hivatalosak oda, úgyhogy, de azért valaki kicsempészte, és az a lényeg, hogy gyakorlatilag ő azt csinálta, hogy mivel Eastern kelet, tavasz szimbóluma volt, és hogy ugye abban az időben a tojás keresés, mint olyan volt divat, pont ennek maradt fent a hagyománya. Most is ugye divat, hogy fűbe elrejtjük a ajándékot, vagy a tojás, a húsvéti tojás, és meg kell keresni. Csak hogy megtalálját azért. Tehát a szimbóluma gyakorlatilag ennek, és a tavasz pedig a megújhatás, és a nyúl pedig az azért van, mert a nyúl egy ugye füvet teszik, és gyakorlatilag segít megtalálni a tojást. De ez nem az ő tojása, ugye. Van olyan nyúl, amelyiknek van tojása, de az leginkább a baknyúl, aki... Igen. Jó. De nézzük meg megint csak a különböző bagoly formációk, az eurón ott van rajta, ugye a dollár, egy dollároson iskolai intézményen van rajta, és hát ugye, de ez mind a szaturnuszi történeteknek a lényege. És nézzétek meg, Washington DC van ott a középpontban, és 2 olyan fura valami van, hát ott van a bagoly, így van a park parkosítva, fölülről lehet csak látni, hogy az egy bagoly, és hogy a fellegvára ott van elhelyezve Washington DC. Ugye a Marlboro például a piros, fekete, fehér, jön a sátány színek, és a piramis ott van benne, és jobbra pedig a Vodafone, és nézzétek meg, hogy ott ez a vércsepp, ez a szimbólum, meg ördögfej is egyszerre. Mm. És piros fej is, megint. Hát az már ilyen bagatell dolgokra már nem figyelünk. Ez már a miénk. Igen, ez már így van. Nézzétek a Grammy díjat, hogy kik rendezik, hát ott van az ördögi fej megint. Tehát ez is itt van a kecske állat, ugye, és hát ugyanígy van az állat kialakítva. Ugye itt van ugye Michael Jackson gyerekkorában 6x666 ott a kezébe, és jobbra az Iron Maidennek a Flight 666-os járat. Tehát ezek nem a véletlen művei. És nézzétek meg Washington DC, illetve fölül a Szent Péter tér, ott van mind. Az a érdekessége most a Szent Péter, nem a Washington DC és az Obelisk között, 1776 láva távolság. Nem 1777, 1776. Tehát sorra mindig, hát most én nem tettem bele, berakhattam volna az Orion csillagkép utcaelrendezést, berakhattam volna nyugodtan a,
a Piramis utcát, ahol Kennedyt kivégezték, ott lőtték le a Piramis utca sarkán, lőtték le üzenetképpen, tehát szóval nagyon sokat beletettem, mondott, hogy ugye így is elég sok minden. Így néznek az utcák, úgy van megtervezve, az ördög fejformára vannak az utcák fölülről. Hát szabad építő mesterek, hát bocsánat, miért lepődünk meg? És, hát közben vonalzóval tervezték meg a világot. Ez így, a világot. A hatszögű csillag, ugye, ez a hexagram, a fenevad bélyegét jelöli. Erről kicsit beszéltem már. Nézzétek már, hogy hat hegyes csillag, hat szögletű, hat oldallap és hat háromszög, kis háromszög van. Szintén belerejtve, ott a 666 háromszorosan megint megjelenik ezen az ábrán. Nézzétek meg, ugyanez ott van fönt a pápának a fején, ugyanez az ördög pecsétje. És nézzétek meg ugyanígy, hogy a Dávid csillagba az összes betűt ki lehet abból a Dávid csillagból rakni a héber nyelvben. Ez csak azért mondom, hogy feketére, az összes betűt, ott vannak mind. Az mind ebből kirakható. Tehát ugyan megszerkesztett, hogy döbbenet. Hát föl van építve. És nézzétek meg, hogy ugyanez a szimbólum, az ördög pecsétje, ugye, a hinduizmusban, a katolicizmusban, az iszlámizmusban, a buddhizmus, judaizmus, szabadkőműves, mormon egyház, sátánizmus és a régi gosztikus egyház. Mindenütt ott van. Hát ezért mondom, hogy higgyétek el, hogy azt hiszük, hogy valamit mi tudunk, nem tudunk semmit, mert csak néhányat tudtam most itt megmutatni, meg szerettem volna. Gyakorlatilag itt a farkában harapó kígyó, ez a Ouroborosnak a szimbóluma. Ezek például a magyar kékszalagrend szabadkőműves páholynak a szimbóluma. Hát ez, ott van a két háromszög egymásba tolva, ergo ott van az izraeli megint a hatszögű, ahogy kell. És gyakorlatilag Kim Jong, az nem Kim Jong-un gyakorlatilag, hanem Káinnal azonosítva ott van a Szaturnusz szimbólum, az mindenütt Egyiptom istenségénél jelen lévő, stb. A fényősi bölcsesség hordozója ugye a Sáténé, és ezékkel valamint az Antikrisztusé, akit írt, ugye, hogy az ő uralmát kell, hogy szolgálják az emberek is az egész világon, és várják a visszatértét, vagy a akcióba lépését, nem is tudom máshogy mondani. És ugye ők azért imádkoznak, hogy visszatérjen ez a szaturnuszi uralom, ami kell, hát ennél jobban nem kell. Léteznek olyan társaságok, a Fekete Nap Társaság, az szintén ilyen, a Vír, meg mindjárt még beszélek róluk is, gyakorlatilag a Fekete Napnak a társasága. Ez egy ilyen okkult, német csoportosulás, Hitler is ide tartozott egyébként. És akkor ugye, ez kétszer volt benne. Na itt vannak az amerikaiaknál, ugyanennek a szimbólumai nem csak náluk, a törvénykezés, a politika, a bankvilág, a minden, a fekete mágia, a moloknak a csillaga például, a szabadkönség és a vallás szimbóluma, mindegyik Amerikában itt van, szintén a pecsétgyűrű most, nem a sátán pecsétjét, hanem Salomon pecsétje van most itt rajta, ugye, szintén ebben egymásban, ez a Dávid csillaga is, úgy is hívják gyakorlatilag. Itt aki ezt viseli, annak a dzsinn ereje, tehát egy ilyen alvilági démon ereje szállja meg, és nagyon nagy dolgokra lesz képes. Itt van a triskele, amiről beszéltem középen, és valamelyik, neked van, ott van baloldalt, ez a három hal jellegű, ugye, ott baloldali. Ott a érméde másik oldalon. Ja, nem neked volt, bocsánat, a Nikinek volt. Ja, Nikinek volt, igen. Ja, itt a baloldali volt, mert kérdezte, hogy mi az, ez a trikójátrata. Gyakorlatilag is ezek mind-mind a Szent Háromság jelképeként, de víz, föld és tűz jel, azt hiszem, nem vagy levegő, bocsánat. Igen, tehát gyakorlatilag ezek a úgynevezett hármas hurkok, Málta tele van ilyen szimbólumrendszerrel, meg triskelékkel végig. Nézzétek ott a Walt Disneynek, ugye, úgy van az épület, a palota, ilyen piramis formában csúcsosodik ki, tehát ha megrajzolnánk a háromszöget, vagy körzőt, akkor az ott az, és 666. Itt van Azazelnek a szimbolikus jele, az a bukott angyal szintén Azazel, és itt van még nagyon sok titkos szimbólum, amit most egyesével, de itt az orosz SSKP-nek a középen az a
akármi, a United States-től kezdve, tehát nagyon sok mindenki, a Vörös Pajzs, a KGB alul, balra, középen, tehát itt azért nagyon sok minden van, koronák, koponyák és csontoklásság, a bal oldalt fent, tehát azért itt nagyon sok minden, ezek így vannak kitalálva. És ugye itt van a csillag, aminek 8 ága van, 8 sugara, ez az, amikor úgymond Jézust meglátogatták a három királyok, itt jönnek szépen, baktatnak szerény lován, az nem az Edvárd király. Ez a Vénusz, nem? Igen, na most igen, és akkor nézzük meg, hogy ehhez képest az angol zászló milyen, az ausztrál zászló ugyanilyen, csak kisebb sávba berajzolva, és ez pedig a Egyiptomban Ré napistennek központi csillaga, de ugyanakkor a központi napnak a jele is, egyszerűen meg a Szaturnuszé, tehát a sátánizmusnak a szimbóluma. Nézzétek meg, ott balra a Héra, látható középen a Paramon stúdiószi, és jobbra pedig a Szabadság szobor. Tehát, hogy ezek nem új keletű dolgok, csak össze kell rakni, és én tudnék most, én nem tettem bele, vagy 16 nációból ugyanezek mind megvannak. Tehát ez egy kaptafára van gyártva, és pont. Egyéb érdekességet szeretnék csak mutatni. Hogyan üzennek, hogyan tudjátok meg, hogy Szabadkönyves írta a levelet? Mert most ezek oroszok példa, egymásnak írtak levelet. De nem tudom, hogy igaz-e. Honnan tudom? Mit gondoltok? Nem, ott a szar. Visszafele van. Nem az én, nem az a jerű, de jó, amit mondasz, de majd mindjárt nézzétek csak. Ez azt mondom, én is, hogy visszafele. Nem, most kinagyítjuk, most nagyítás történik, hogy lássátok. Még tovább nagyítjuk, még tovább nagyítjuk, és még tovább nagyítjuk, és ott van a piramis benne. Gondolnád, hogy egy pontban benne van? Ő csak egy nagyítóval megnézi, mert tudja, hogy hamisítás sima torpotty. Az nem az. De ha benne van a piramis, akkor egy speciális gépen írták, és ez tőlük jön. Tehát azért, ők azért nem könnyen adják, tehát azért mondtam, hogy érdekességet szerették. Jaj! Előttem, ez egy sportversenyre, felhívás erre, sportversenyre, és nézzétek meg, hogy kihoztam a pirosat. Így pedig olyan, mint a két ember futna, de ha kihozod, akkor még értelme is van. Tehát tartsunk össze, elég ére. Ugye ez a mindent látó szem szimbóluma, tehát ezt előszeretettel szeretik mutatni, hát ugye a pókember, hát ez csak az. Ugye a Beatlesnek ott a 666, meg a szarvasállat szimbóluma, Denzel Washington, megint a mindent látó szim szimbóluma. Jobbra ugye focista, illetve rögbisek, bedobta azért a pontot, és utána mutatja, hogy ők minket finanszíroznak. Titkos rendek, titkos társaságok, már beszéltem, ugye a Vril társaság, vagyis a fény páhuja, a Thule társaság, ahol Hitler tartozott szintén, és a Fekete Napra egyje, amiben szintén benne volt. Itt vannak a szimbólumok és a jeleik. Ugye a jobb oldal, a Fekete Napra egyje, az a boszkolónak is ott van fönn a zászlaja, hogyha a New York kávéháznál jártok Magyarországon, ott van ugyanez a jobbra, ez a Fekete Nap szimbóluma látszik természetesen kilobogozva. És hát itt van a Thule társaság, gyakorlatilag ugye ők felsőbbrendűnek tartották magukat, eleve Hitler mindig, stb. És ugye hát ők ezért irányítani kell, ők az irányítók, és ők mondják meg, hogy mi van. A más néven a fénypáholja, a Vril társaság, amiről már beszéltem, gyakorlatilag különböző köröket egyesítettek, hoztak össze, és szigorú szabályok alapján lehetett csak belépni, tehát egy olyan átvilágítás, hogy hihetetlen, tehát nem úgy, hogy jövök, szeretnék belépni, tehát ez nem ilyen kívánság közkívánatra, hanem igenis a közemberek számára ezek eltitkolt dolgok voltak, és hát ők rendelkeztek földön kívüliektől kapott konkrét űrhajó típusokkal, és ezt igenis birtokolták, tehát nem véletlen kussolnak róla, nem véletlen nem beszélnek róla. És nézzétek meg, ugye itt a tudást le akarják tagadni, a társadalmat félelemben akarják tartani, gyógyszerekkel és sirány kajákkal, aztán Magyarország moslékot kap, ha jól lehessen, hogy jól lehessen irányítani, ez ugye éhező embert ezt lehet, és a mai világrend arról szól ugyanis, hogy kik irányítják ezt a bolygót, és
ez legkönnyebben a tudatlansággal, az ijesztetéssel, tehát nyomorral, és az eladóztatással, lásd csok, svájci hitel, és nem sorolom. Ne menjetek bele semmibe, aki belement, az ugye sajnos ennyi. És ugye mindent próbálnak tagadni, titkosszolgálatok ugye ezt biztosítják, hogy ez ne derüljön ki, és hát minden titkosnak, ugye itt ugye láthatjuk Charles Darwint, aki ugye jelzi ezt, hogy ezt kell mondjam nektek, hülyíteni kell, hogy a majomtól származtok. Megint csak mondom, hogy tudom, mondtam már, de mindig mondom, hogy az a biológus, aki azt mondja, hogy a majomtól származik, azt hagyjátok rá, mert ő tudja, honnan született. És ragaszkodik is a rokonokhoz, elmegy időnként a vizébe, a állatkertbe, mert azért illik néha a rokonokat meglátogatni. De mi viszont nem a majomtól származunk. Azt ugye mondtam már, és most is említem, hogy a majom, mondjuk egy csimpánz, egy homo sapiens sapiens, között kettő fehérje különbség van, és ugyanakkor az egér és a csimpánz között meg további kettő, egy. Na most, ha megnézed az egeret és az embert, akkor összesen három fehérje, és nézd meg a különbséget, a mérettől, stb. Ez az oposszum elmélet, hogy az oposszumtól származnak, ez a másik gyönyörűség. Ugye a lusta oposszum azt mondja, hogy én nem akarok ember lenni, maradok oposszum, és ledöglik a haszik évmilliókat. A másik opossum meg az meg egy tetre készül, az emberi válok. És hát ugye kihagyja ezeket a fázisokat, hogy egyszer csak jó napot kívánom, kérem a személyi igazolványokat ellenőrzésre átadni. Tehát mert ugye mindenki rendőrnek születik, csak a többiek tovább tanulnak. De opossum el tudod képzelni? Hát nem. Tehát mekkora baromság. És ezzel etetik az ember, ezzel is, tehát magyarul a biológiában mindenütt. Mindenütt meg. Réges-régen megvan a rák gyógyszere. Réges-régen. De nincs értelme szerintük, mert akkor örök vagy hosszú életű. Elmondom, a nyugdíj jó jönne hosszú időn keresztül, de na de azért álljon meg már a nász népet, azért nem így van ez. Tehát itt gátlástalanok, tehát nem foglalkoznak az emberekkel. És nézzétek meg a lezuhant különböző szerkezeteket, akik ide járnak. Itt a jobb oldali alsó az egy vietnámi háborúban rögzített fotó, és a lezuhantakat, vagy lelőtteket, azokat megszállítják el helikopterre. Van egy pasi, aki ezeket szállította el és vizsgálta. Nagyon sok technológia, technika került azóta a kezünkbe, birtokunkba, de ezt csak apránként adják, engedik, hogy minden egyes alkalommal levessék az embereket, kifosszák. Ma már egy valamire se való telefon 300-400 ezer forint. Nem mondom, rengeteget tud, tehát azért legyünk őszinték. Azért ebben minden benne van. Képgyűjteményettől kezdve a telefon, fülke, a movie, a számítógép, tehát mi nincs benne. Tehát én nem mondom, de ez nem az emberek megvezetésére kéne használni. Tehát ez a nagyobb baj. Ugye itt a KGB, ami történt, ugye, hogy megtalálták Osirisznek a tetemét, és itt alul középen az a zöldes szín, az azt jelenti, hogy nem a zöldes szín jelenti, hanem az, ahogy kinézett, ez egy ilyen nagy, olyan 2 méter 20 centi körüli egyed volt, lény, úgy mondom, és testének 40%-a műanyag. Tehát robot volt. Ez az üzenetet. És azok a kis szürkék jó része mind robot. Valaki egyszer megkérdeztetem, és mit teszik? A robot mit szokott tenni? Ezért mondjuk vartát, vagy különböző... Rossz, hogy a mesterséges intelligencia, hogy táplálékot, bocsánat, hogy táplálva legyen, a katonákat emészti fel, szépkázza a gépbe, feloldja, és a biomasszából csinál energiát, és halad tovább. De már a gépek megvannak, tehát csak most azt mondják, hogy fűevők, hát vegák, hát most aztán innen már nem egy nagy ugrás, hogy húsevőké válni. És nézzük meg, hogy az embereket úgy is elpusztítják, hogy ugye ez a jemeni gép, amelyik lezuhant, ugye, és 250 kutató ült rajta, hogy nem, mindenki kutatót kellett összeszedni az összeset, a rákutatástól kezdve a vízzel hajtott eszköz, ami létezett, mindenkit meghívtak,
Egyedül a Rothschild, négy Rothschild nem szállt a gépre. Milyen érdekes. Érdekes, ez is igen érdekes. És akkor nézzük meg, hogy gyakorlatilag ez a szűk kör minden titokban tart, kitaláltak hosszú idők alatt, mindig megvezették az emberiséget minden időben. Minden, csak a módszer volt más, ahogy ugye nyílik az emberek tudata, hogy akkor fel kell készülni, de ők ezt előre megprogramozták ezeket a dolgokat. Megint csak emlékezzünk vissza ugye Pike-ra, aki 23 évvel előre megmondta, hogy lesz világháború, de ő még tovább ment, ő a harmadik világháborúról beszélt. Ahhoz meg kb. Majdnem 100 év kellett, mert hogy 23 év, na, tehát és az igazság pillanata az ugye, hogy az az igazi korszakváltás, amikor ezeket mind le fogjuk tudni leplezni, amikor a jó erők tényleg az emberiség ügyét, amikor a politikusok azért ülnek be egy parlamentbe, hogy az emberiség jólétét szolgálják, segítsék az embereket, jogokat adjanak az embereknek, és mindenben támogassák, és az egészségügyben is. És azt írtam, hogy a tudáshatalom az olvasás súlyosan károsítja a tudatlanságot, és ez sajnos így van. Ez ugye a Városligetben készült, az Adonis szobornál készítettem. És ezek a titkos szervezetek, ezek nem akarnak elmenni, ragaszkodnak görcsösen a hatalomhoz. Uralni akarják az emberiséget, és ez, hogy mondjam, valós eredetét el akarják titkolni az emberiségnek. Zacharia Sitchin, ugye, aki azt mondta, hogy az anakiktól szóló sumer agyaktáblák, azok ugye mind-mind azért vannak, hogy az emberiségnek kőbe vésve, bocsánat, kőbe nyomtatva meglegyen minden. És hát ugye az a lényeg és legfontosabb, hogy az egész emberiséget ilyen komatikus, amnéziás állapotba kell, hogy tartsák, félrevezetve, megtévesztve, elárulva, becsapva, kifosztva, és sorolhatnám a csupa pozitív jelzőket. Ugye itt a két idegen, akik, és hát ugye ők mondták, hogy paradicsomi idő jönne, tehát ugye nem volt jó ugye Dwight Eisenhower elnöknek. És ő azt mondta, hogy jelenlegi problémák azonnal megoldódnak, ha az az új faj energiaátvitel segítségében megsegíteni és elektromágneses energiákkal működtetnénk dolgokat. De ugye azt mondta, hogy ne jöjjön létre az alkohol, ez így nekünk nagyon jó háborúzni. És ugye hát a Conteónak gyakorlatilag itt az a lényeg, hogy elhallgattatják azokat az embereket, akik ezeket szeretnék elmondani. Volt előadásom, lent ültek, vagy 300-an, és ott a paraván mögött meg elmondták, hogy meg ne próbálja még egyszer, és hagyjam abba. Mondtam, hogy most meg kéne ijedni mi. Igen, hát most nem érek rá, de majd legközelebb, majd összeszedem magam, és nagyon meg fogok ijedni. És ezért mindent, amivel kezdtem, visszatérek oda, Conteónak, vagy összeesküvés elmélettel bélyegzik meg, és innentől azt hiszik, hogy hiteltelen a történet. De hát ugye most láttunk azért jó pár példát, én úgy gondolom, amit szerettem volna megmutatni, hogy mennyire nem elmélet, hanem a súlyos gyakorlat. És az emberiségnek az a szó elcsépelt, hogy ébrednie kell, pedig tényleg ébredni kell, és össze kell tartani, össze kell fogni. 99%-os ludakat kell összeszedni, nem libákat. Mert az, ha ez így megy, akkor kiirtanak minket egy szálig, lásd a WHO újabb mesterkedése, bejelentik, hogy újabb járvány várható, a mi kis duci Nostradamusunk előre megmondta, hogy 10 évre jön most megint a vírusjárvány, mert a vírusok becsöngettek hozzájuk, és elmondták, hogy most jövünk, és akkor jó, jöhettek, és akkor ezen meggazdagodtak, és hány ember halála, ragaszkodom a felelősségre vonás, és erről ne adjunk alább, ne felejtsük el, ne felejtsük el ezeket az embereket, bíróság elé és börtönbe csukni, akik ebben részt vettek, legyen az bárki. Nem érdekes, genocídium az alapvetően ellenkezik az élettel, vagyis a népirtás. Hát én ennyit szerettem volna hirtelen felindulásomból mondani, el kell, hogy mondjam, hogy ilyen 18-20 órás ez az előadás, csak most kivettem sokat belőle, hogy ma még befejezzem. Úgyhogy
rengeteg lett volna még. Próbáltam azokat a nagyobb, érdekesebb részeket kivenni, de mindegyik érdekes. A lényeg, hogy összefüggésébe lássátok. Az a lényeg. Ne lehessen félrevezetni senkit. Nem, apukám, én láttam, értem, menj innen a fenébe. Nem. Minden politikus gyakorlatilag a saját hasznára megy politikusnak, a mi kárunkra. És ez jobb, ha tudjuk. Ennyi. No. Köszönöm.